ezek új játékok, a Jézustól kaptuk. A téli szünetet követően ismét megteltek a lombucai katolikus óvoda csoportszobái. Gurály Zselyke óvónénének mesélt a karácsonyi élményeiről. Régen karácsony is olyan jó volt ez a nap. És azt karácsony estén akartam megvenni azt a játékot, és rögtön meghoztam nekem a Jézuska, mert meghallottam, hogy azt szeretném. A gyerkőcök friss élményekkel gazdagodva újra egymásra találtak. Tallér Erzsébet tagintézmény vezető örömmel újságolta, hogy szinte teljes létszámmal kezdték el a 2023-as esztendőt. Január 3-án nyitottunk már, igaziból ott csak 26 kisgyerek érte az ellátást azon a héten. Nyilván azok a szülők, akiknek muszáj volt elmenni dolgozni, de nagyon nagy élmény volt, mert egy csoportba voltak a gyerekek, és itt tulajdonképpen minden korosztály együtt játszhatott. Ez egy különleges élmény, mert azért a hétköznapokban ilyen nem nagyon fordul elő. Aztán január 9-ére töltöttek föl a csoportok, és most nagyon nagy élmény, hogy ezen a héten szinte teljes létszámmal vannak a gyerekek, mert azért a téli hónapokban ez nagyon nagy ritkaság. Úgyhogy azt gondolom, hogy úgy lelkileg, testileg föltöltődve érkezett vissza mindenki az óvodába. Ezek, fák, világot, és egy szivárványt, amit most rajzolok. A tagintézményvezető elmondta, hogy sokat játszanak a gyermekek. Az ünnepi időszak után pedig nagy hangsúlyt fektetnek a beszélgetésekre és arra, hogy minél többen osszák meg társaikkal az élményeiket. Nálunk napi szinten van lelki nevelés, és ezen a lelki nevelésen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek beszéljenek, itt nem az óvónéni a főszerep, és nyilván nagyon sokféle élmény éri őket a karácsonyi szünetbe, beszélnek arról, hogy mi mindent kaptak ajándékba, hogy hogyan töltötték ezeket az együtt töltött kis napokat a családok, és akkor itt a gyerekek nagyon sok mindenről mesélnek, és tulajdonképpen egymást is gazdagítjuk ezzel, mert azért nagyon sokfélék a családok, és nagyon sokféle hagyomány van a családokban, de mi katolikus intézményként nagyon fontosnak tartjuk, hogy azért Jézus születéséről essen szó, és úgy látom, hogy egyre több családban erre most már egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szülők.